Oké. Na most talán elindul. Lehet, hogy nem kellett volna lejátszanom, de a helyzet az, hogy üdvözlet mindenkinek, szóval akkor elmondom még egyszer, 2019. január 29-én ez a dolgok állása az Infobubble csatornán, és azért játszottam le ezt a klipet, még akkor is, hogyha ez azzal jár, hogy ugye megszakadt a livestream, de majd ezt utólag kiszerelem valahogy belőle. Szóval azért adtam a Totális Összeomlás Következik címet ennek a résznek, illetve az eheti dolgok állásának, mert az, amit a videóban láthattatok az imént, ez nagyban hozzájárul, illetve hozzá fog járulni ahhoz, ami következik a világban. És ez a fajta magatartás, amit láthattatok, ez egy egyértelmű jele annak, ahová az úgynevezett civilizáció süllyedt 2019-re. Néhány hírt fogok megmutatni ezzel kapcsolatban, illetve hát amennyit csak tudok, azután pedig, hogyha eljutunk odáig, akkor a gazdaságról is lesz szó a későbbiekben, illetve hogy mire is lehet számítani pontosan. De először mindenképpen ezt az aberrációt akartam bemutatni, hogy hova is fajultunk, és hogy hol tartunk gyakorlatban. Ez a világfigyelő.com arról írnak, hogy a H&M, vagy H&M is behódolt a Ballib hype-nak, itt az új gendersemleges kollekció. Amiről beszélnek ugye az a balliberális oldalnak a térnyedése. Én tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbb ember gyanútlanul figyeli az eseményeket a világban, és igazából fogalma sincs arról, hogy mi az, ami történik, és ami történik, az miért történik. De ez egy irányított folyamat, és ennek a vége az lesz, hogy az egyenjogúság, és ezért volt nagyszerű az a videó, amit Francis összeállított, meg amiről már végül is szó van itt hosszú-hosszú hónapok óta, azt kell, hogy mondjam. Az egyenjogúságért vívott harc, a politikai korrektség, illetve az, hogy mindenkinek megvan a saját igaza, mindenkinek megvan a saját véleménye, és ehhez joga van, és nem sérthetjük meg azt, és mindenki azt csinál, amit akar. Ez el fog vezetni minket abba az új világrendbe, ami végül is azzal fog járni, hogy elveszti mindenki mindenféle jogát. És hiszen nem lehet mindenkinek meg a saját véleménye úgy, hogy azzal egy időben ne sértsünk másokat. Ez a probléma az emberiséggel napjainkban szerintem, hogy olyan primitív szintre süllyed, hogy ezt nem tudja felfogni. Míg mindenki harcol a saját maga igazáért, és azért, hogy az, amit ő gondol vagy vél, azt elfogadják mások, elfelejtik azt, hogy ez óhatatlanul azzal fog járni, hogy valakinek ez nem fog tetszeni, és valakit sérteni fog. Szóval nem lehet mindenkinek meg a saját igaza úgy, hogy ne sértse a másikat. Ezért el fog jönni az a világ, amikor hamarosan egyébként, mikor ez a totális összeomlás bekövetkezik, meg fog egyezni az emberiség fennmaradó része abban, hogy egy út létezik, és ezt ki fogja jelölni az a világkormány, ami meg fog alakulni ezután, a totális összeomlás után. Nem tudom, hogy ez érthető-e, én gondolom, hogy a legtöbb embernek ez ugyanúgy nem lesz világos, mint ahogy semmi más sem az, de biztos vagyok abban is, hogy vannak, akik megértik ezt. Szóval a lényeg az, hogy mindenki, aki az egyenjogúságért harcol, az tulajdonképpen az úgynevezett új világrendnek a szekerét hajtja előre. Az is, aki ellene harcol, mindenki, aki részt vesz a harcban, az tulajdonképpen ezt segíti elő, de
különösen azok, akik az egyenjogúságért harcolnak, ugyanis nem létezik egyenjogúság akkor, amikor mindenki a saját véleményét meg akarja őrizni. Hiszen vagy mindenkinek megvan a saját egyéni véleménye, vagy egyenlőség van. Kettő együtt nem tud létezni. Ez a H&M-nek az új kollekciója, és az egésznek a lényege az, az amiről szó volt végül is a Celine Dion videóban is, és már többször korábban, hogy az egyenjogúságért folytatott harc odáig fajult, hogy az, az egyenjogúságnak ugye a legnagyobb gátja az a két nem közötti ellentét, hiszen a férfi és a nő között egy egyértelmű, bocsánat, nem ellentét, hanem különbség. A két nem között egyértelmű különbségek vannak, mind fizikálisan, mind pedig mentálisan, érzelmileg, és szinte minden tekintetben. Azonban a világ igyekszik ezeket az ezeket a különbségeket eltüntetni, mint hogyha ezek lennének a probléma forrásai. És ezt nagyszerűen példázza szerintem ez a kollekció, ugyanis itt amennyire csak lehetséges, a divat segítségével megpróbálják eltüntetni a két nem közötti különbséget. De mindjárt megmutatom, érdekes az, ami a pólóra van nyomtatva, illetve a pulóverre. Megkeresem gyorsan az utópiáról szóló bejegyzést a Wikipédián, és megmutatom mindenkinek. Oké, utópia többnyire jövőbeli, a tökéleteshez közeli fejlettségi szinten álló emberi társadalmat, illetve egy ilyen társadalmat leíró irodalmi művet jelent. Ez az utópia maga. Az utópia szó egy görög eredetű szó, és két görög szó, a nem és a föld összetételéből származik. Az egyik a nem úgy, mint ó, vagy ú, a föld pedig, mint toposz, és ebből utópia lett maga a szó, tehát nem földi, sehol sem, sehol hely. Egy képzeletbeli világ gyakorlatilag. A szót úgy alkották meg, hogy az e-utópia annyit tesz, jó hely szóra hasonlítson. Az eredeti kontextusban a szó mindkét jelentéstartalommal bírt. Gyakorlatilag sehol helyet jelent. És hogyha az emberek figyelnének arra, amit látnak, amit nem tesznek, mert ugye úgy gondolkoznak, hogy minden olyan, mint amilyen az ő életük véletlenek halmaza, és semminek nincs igazából semmiféle értelme, hanem csak egyszerűen valakinek az álomvilágában ez így működik, vagy valakinek a képzeletéből ez csak kipattant egy nap, hogy épp utópia legyen a H&M-nek a szlogenje, vagy a pulóverére nyomtatva. Ez egyáltalán nem így van. Semmi sem véletlen. Én meg fogom mutatni ezt, és megmutattam már rengetegszer. Az a probléma, hogy egyszerűen, ha mindennel foglalkozni szeretnék, amivel kellene, akkor gyakorlatilag ezt kellene csinálni napi 24 órában. Annyi lehetetlenség bírni már ezzel az egésszel a tempót. Ugyanis az, ami eddig okkult volt, vagy ami rejtett volt, ami titok volt, ami egy titkos társasághoz fűződött, vagy amit észre kellett venni egy-egy filmben, vagy zeneklipben, vagy itt-ott-ott elrejtve, ehhez már nem is kell figyelni. Már az egész világ körülöttünk gyakorlatilag egy hatalmas, okkult, misztikus szertartással változott. És a két nem közötti különbség eltörlése az pontosan ez. A probléma az, hogy a legtöbb ember nem tudja, hogy mi az, amit azok az emberek, akik uralják és irányítják ezt a világot, követnek. Mi az a gondolkodásmód, mi az a filozófia, és ezért teljesen gyanútlanul figyelik azt, ami történik a világban. Ez egyébként egy idézet a H&M-től, az unisex design, unisex úgy, mint hogy az egy nemű gyakorlatilag, ami mindkét nem számára viselhető. Design a DNS-ünkben van. Gondolkodás nélkül ebbe az irányba megyünk. Számunkra a férfi és a női test különbözősége soha nem jelentett akadályt. Divatból már csak egy unisex utópia hiányzott mostanáig. Ha megnézzük, mi az utópia, az egy sehol hely, vagy egy sehol sem. Nem létezik ilyen.
ez a helyzet. Ennek ellenére ez az, ami látható ezen a pulóveren. Elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Elmondják, mert tudják, hogy az emberek nem képesek felfogni, nem érdekli őket, és ha érdekelni őket, akkor sem lenne idejük, hogy ezt az egészet kikutassák. Ezért tudják ezt már nyíltan csinálni. És ez érdekes az, hogy már amennyi bizonyítékot én bemutattam ezekben a videóban, abból egyértelműnek kéne lenni, hogy mi az, amiről szó van, és ennek ellenére a legtöbben még mindig nem értik. Ezt tudom, hogy nem értik, hiszen olvasom a hozzászólásokat. Tehát tisztában vagyok azzal, hogy mi az, amit a legtöbb ember gondol. Én nem hibáztatom őket, különösebben. Csak úgy gondolom, hogy sajnálatos. Mert most, amikor még így utoljára, egy rövid időre elérhető az információ, majdhogy nem ingyenes, mert azt nem hiszem el, hogy 2500 forint egy hónapban az problémát okoz bárkinek. Korlátlanul elérhető az információ. Gyakorlatilag, vagy elméletileg ingyenes, majdhogy nem, inkább úgy fogalmazni. Akkor mi az, ami megakadályozza az embereket abban, hogy megtudják, hogy mi az, amiről szó van? Azt, hogy nem érdekli őket szerintem. Ez euronews.com, és arról írnak, hogy egy transznemű lopta el a show-t, ez Lakshmi Narayan Tripathi, az indiai transznemű aktivista, és az ottani valóságshow hőse volt a Kumbh Mela vallási fesztivál első napjának legnépszerűbb személyisége. Ez India. Oké. Az egész világ megbolondul. Teljesen mindegy, hogy merre vagyunk, hova nézünk, az emberek mindenhol meg vannak bolondulva. És amikor én ezt próbálom elmagyarázni az írásokból, hogy ez le volt írva, hogy ez lesz. Sőt, hát mindig is ez volt. Az ellenség folyamatosan ezt csinálta. Az egyik birodalmat a másik után tette tönkre azért, hogy eljussunk addig a pontig, ahol ma vagyunk. Amikor végre olyan szituáció állt elő, hogy a technológia segítségével az egész világot gyakorlatilag ellenőrzése alatt tudja tartani. Kis kivétellel. Azt gondolná az ember, hogy egy olyan helyre, mint India, még azért a technológia nem jutott el, de láthatjuk, hogy egyáltalán nem erről van szó. A hölgynek még azt is engedélyezték, hogy megmártózzon a tekintélyes hindu papoknak fenntartott Ganges folyó szent vizében. A transzneműeket Indiában évezredeken át fél istenként kezelték. Dicsőítésüknek a brit uralom vetett vége. Márciusig tartó vallási fesztiválon az idén 150 millió zarándokot várnak. Ezek az emberek fél istenként kezelik a transzneműeket. 150 millióan zarándokolnak majd el ide. Úgyhogy mondja nekem azt valaki, hogy nem bolondult meg a világ. Mindenhol mindenki meg van őrülve. Nézzük a következő hírt. Oké. Ez 886.hu. Pillanat, és megmutatom. Arról beszélnek, hogy Dominic West, ugye egy ír származású angol színész, pillanat, és megmutatom. Egy interjúban arról beszélt, hogy mindjárt van egy nagyon vagány nő, aki a Colette című filmben egy színész feleségét játsza. A sereg villamosmérnökökből álló csapatának századosa, a legmagasabb rangú transznemű katona a hadseregben. Ő egy gyönyörű szőke lány, aki szerintem simán lehetne James Bond. Gyönyörű szőke lány, hogyha transznemű, az azt jelenti, hogy ő gyakorlatilag egy férfi, azt hiszi, hogy ő nő, és úgy öltözik, és úgy viselkedik. És szerinte ez lenne egy nagyszerű James Bond. Egy transznemű Bondra lenne szükség, hiszen a seregben is sok transznemű szolgál. Ideálisak, hiszen meg tudnak csinálni bármit. Ez, sőt, úgy, hogy már korábban felmerült az is, hogy a brit titkosügynök James Bondot
egy színésznő fogja eljátszani, azaz nő lesz tulajdonképpen James Bond, és Jane Bond az, aki, és a Jane Bond lenne a neve. De ez egyébként még nem is a vége a programozásnak. Ha valaki nem érti, hogy a filmek miről szólnak, illetve hogy hogyan kapcsolódik a programozás a filmekhez, akkor szerintem nagyszerű videókat talál ezen a csatornán, különösen a közelmúltban. Ez humanonline, ha jól gondolom, .hu, és arról beszélnek, hogy érkezik az első Marvel film trans nemű színészekkel. A Marvel Film Studio napokban hozta nyilvánosságra a legújabb film, a Pókember idegenben előzetesét, melyben a népszerű franchise első trans nemű színészeivel is találkozhatunk. Zach Barak, fiatal trans nemű színész kapta meg a lehetőséget, hogy Peter Parker egyik barátjaként tűnjön fel a képernyőn, de Tyler Luke Cunningham is helyet kapott a várva várt filmben, írja az Advocate, ami ugye egy trans nemű vagy meleg magazin, vagy mit tudom én mi ez. Szóval a két fiatal színész csatlakozása Marvelhez éppen a legjobb kor jött, hiszen soha korábban ennyi szó nem esett a transznemű színészek és karakterek helyéről a filmvásznon. Sokan megosztó téma akkor igazán népszerű, amikor Scarlett Johansson először elfogadott, majd visszaadott egy transz szerepet, mivel mindezzel párhuzamosan a televízióban is egyre nagyobb figyelmet kapnak a transznemű színészek, akik transznemű karaktereket játszanak. A Pókember idegenben című filmben Peter Parker és osztálytársai európai vakációra indulnak, blablabla, ahol ugye az egyik barátja, illetve hát kettő abból az transznemű lesz. Annak ellenére, hogy a társadalomban a transzneműek azok 1% töredékét teszik ki. De ez egyébként... De mindjárt el fogok jutni oda, amit szerettem volna ebből kihozni, csak még egy pár hírt megmutatok így sokkolásként azoknak, akiket érdekel, hogy mi az, ami a világban történik. Ez a Sydney Morning Herald, és arról beszélnek, hogy van egy megfelelő életkor a gyereknek, hogy megkezdje az átmenetet az egyik nemből a másikra. Szóval ugye transitionnek hívják angolul, transition annyi, mint átmenet. És a kérdés az, amit a Sydney Morning Herald feltesz, hogy van-e egy megfelelő életkor a gyermek számára, hogy a születési neméből megkezdje ezt az átmenetet. Mindjárt segítek, hogy el tudja képzelni mindenki, hogy mit is jelent ez az átmenet, hogy mit is jelent ez a folyamat, de... Arról van szó, hogy a Angliában, de egyébként az Amerikai Egyesült Államokban is a társadalombiztosítás, illetve az ottani megfelelője támogatja a gyermekeknek ezt a tranzícióját vagy átmenetét teljes mértékben. Ugyanis azt mondják, hogy ez a gyerek érzelmi, illetve intellektuális, és úgy összességében véve minden nemű fejlődésére pozitív hatással van. Illetve az, hogyha benne ragad idézőjelben a rossz nembe vagy genderbe, akkor az problémákat vet fel. A 11 éves Max az élete legnagyobb döntését fogja meghozni, és ez pedig az, hogy abban a nemben akarja leélni az életét, amiben született, vagy pedig megkezdi a változást. Ez itt egyébként Anna Friel és Callum Both Ford, a Butterfly, gondolom, hogy ez egy film, az egyébként egy kisfiú és egy hölgy, az ugye egyértelmű. És ugye a kérdés az, hogy 11 évesen megkezdi ezt a folyamatot. Ez mindjárt próbál keresni valami. Ugye ezt arra fogják ezt az egészet, hogy még akkor is, hogyha ez nyilván egy speciális eset, de majd mindjárt meg fogjuk látni, hogy ez világszerte megy ez a
folyamat, és ez gyakorlatilag megállíthatatlan lesz. Úgy tűnik, hogy ez egyébként egy olyan történet, ami megpróbálja bemutatni ezt a folyamatot az embereknek, hogy megértsék, hogy mivel is küzdenek ezek a gyerekek, de itt van egy másik, ez pedig a theatlantic.com-ról, ahol arról beszélnek, hogy a fiatal transz gyerekek pontosan tudják, hogy ők kicsodák. Egy új tanulmány kimutatta azt, hogy azok a gyerekek, akik nem fogadják el a nem fogalmát, nem nagyon tudom magyarra lefordítani, hogy a gender non-conforming annyit tesz, hogy valaki, aki nem fogadja el egyik nemet sem magának, és akkor ő így csak van. Vagy ő azt mondja, hogy nem létezik ez a nem, illetve ő nem az a nem, amiben született. Ezek a gyerekek itt a képen mind ilyenek. Lily Curran jobb oldalon, Lily gondolom, hogy ez egy lány, és ezek itt mind hasonló gondolkodású gyerekek. Nyilván felmerül a kérdés, hogy a szülő hol van, vagy mi az, amit ő gondol, de nem tudom. Érdekes világot élünk. Ez az, amit mondtam, hogy az emberek teljesen meg vannak bolondulva, és nem tudják, hogy mi a valóság. Elvesztették a fonalat a valósággal. Azt mondja ebben a kutatásban egyébként, hogy azt lehet kiszűrni ebből a kutató munkából, amit 85 gyerek bevonásával végeztek el, hogy hogy nem tudják azt eldönteni, hogy a gyerek az transz lesz-e vagy sem. A tény az, hogy fogalmuk sincs. Egyáltalán nincsen elképzelésük arról, hogy mi is az, ami történni fog egy gyerekkel. Szóval ez teljesen random és véletlenszerű. Sőt, azt mondja, hogy ezek a gyerekek, akik ugye nem fogadják el azt, hogy amelyik nembe születtek, illetve úgy azt állítják, vagy azt gondolják, hogy nekik nincsen nemük, azok ezek közül nem lehet eldönteni, hogy a későbbiekben majd ők melyik nemhez fognak tartozni, illetve hogy megkezdik-e ezt az átmeneti folyamatot, ezt a tranzíciót az egyik nemből a másikba. Ugye a helyzet az, hogy arról van szó, mikor egy kislány traktorokkal játszik, vagy puskákkal, vagy egy kisfiú balerinának öltözik. Tehát nem úgy viselkedik, ami tradicionális, vagy konvencionális, vagy elfogadott lenne. És azt mérték fel, hogy nem lehet tudni, hogy a későbbiekben ez a gyerek majd idézőjelben transznemű lesz-e, vagy sem. És a probléma, ami ugye felmerül ezzel, az, hogy ha megengedik a gyereknek azt, hogy megkezdje ezt a folyamatot fiatal korában, úgy értve, hogy hát láthattuk 11 éves korban, de egyébként vannak 3, 4, 5, 6, 7 évesek, akikről lehet olvasni, akik már megkezdték ezt a folyamatot. A folyamatot egyébként úgy kell elképzelni, hogy mindjárt meg fogom mutatni, ahogyan azt szerintem a legtöbben el tudják képzelni. Mindenféle akár fizikális változások, úgy mint műtéti eljárások, hogy átalakítsák egyik nemből a másikba, és ugye természetesen van egy hormonális folyamat, amin végig kell menni mindenkinek ahhoz, hogy a másik nembe átkerüljön. Tehát mondjuk egy 3, 4, 5, 6 éves elkezd hormonkezeléseket kapni annak érdekében, hogy ne azokat a elsődleges és másodlagos nemi jegyeket mutassa, ami a születési nemének megfelelő, hanem azt, amelyiket ő képzeli, hogy ő gyakorlatilag. Szóval egy fiúból, egy kisfiúból lányt, vagy egy kislányból fiút
csinálni nem egyszerű, hiszen az egész biológiája annak a szervezetnek az tulajdonképpen az, amiben beleszületett. És ezt próbálják átalakítani orvosi eljárások segítségével. Egyébként ez Nancy Pelosi, aki egy kongresszusi képviselő, ha jól gondolom, az Amerikai Egyesült Államokban. És itt már nem csak arról van szó, hogy a gyereknek ez a fejlődésében problémákat okoz, illetve az egészségére hatással van negatív értelemben, hanem arra is, hogy az Amerikai Egyesült Államokban ez az Equality Act, ami ugye az egyenlőség törvény, ugye act, mint törvény, vagy törvényjavaslat, azt mondja, hogy ahhoz vezethet, hogyha elfogadják ezt, hogy egyre több szülő fogja elveszíteni a felügyeleti jogot a gyermeke fölött. Világos, amit mond. Egyre több szülő fogja elveszíteni a felügyeleti jogot a gyermeke fölött. Azért, mert a gyermek úgy gondolja, hogy ő rossz nembe született, szeretné megkezdeni ezt az átmeneti folyamatot, ezt a tranzíciót, de a szülő nem járul hozzá ehhez. Tehát akadályozza a gyermek fejlődését, ezért az állam közbeléphet, és elveheti a szülőtől a felügyeleti jogot. Tavaly Ohio-ban egy bíró a biológiai szülőktől elvette a gyermeknek a felügyeleti jogát tulajdonképpen azért, mert azok nem voltak hajlandóak segítséget nyújtani ennek a kislánynak abban, hogy megkezdje a tesztoszteron terápiát, amivel fiúvá lehetett volna változtatni. És egy Cincinnati gyerek klinika, bocsánat, egy gyerek gender klinika javasolta ezeket a kezeléseket azért, mert úgy gondolták, hogy az a kislány az mindenképpen valamiféle veszélyben van, hogyha ez nem kezdődik meg. Tehát egy klinika, egy gender klinika javaslatára meg kellett volna kezdeni a kezeléseket, a tesztoszteron kezeléseket, a szülők ellenálltak ennek, és elvették tőlük a felügyeleti jogát a gyereknek. A bíróság. Szóval, mikor azt mondták, ezt olvasom tovább, ez a valóság, oké, szóval ez nem egy fikció, vagy ezt nem én találom ki, meg ez nem egy összeesküvés elmélet, ez az, ami történik most a világban. Szóval nem csak, hogy elvették a felügyeleti jogát a gyereknek, hanem mivel a szülők azt akarták, hogy tanácsadásra járjon a gyerek a terápia megkezdés helyett, ezért az ügyész megvádolta őket hanyagsággal, illetve a gyermek bántalmazásával, gondolom, hogy ez a megfelelő szó, az abuse-ra magyarul. Szóval még amellett, hogy elvették a gyereknek a felügyeleti jogát, még gyakorlatilag egy bírósági eljárás is indult ellenük ezügyben. Szóval úgy, hogy mindemellett ezek a transznemű aktivisták, illetve a doktor a klinikáról azt mondta, hogy ez pontosan olyan, mint hogyha egy aszma vagy egy rákos megbetegedésnek a kezelését próbálnánk megakadályozni. Szóval ott tartunk, hogy ez az átmeneti kezelés az egyik nemből, a születési nemből egy másikba, vagy egy harmadikba, vagy mit tudom én melyikbe, ezt hasonlítják ahhoz, ami az aszma, illetve ezeket az aszma, illetve a rákos megbetegedésnek a kezelése lenne. És ez 2019, ez most már megy.
Oké. Az a helyzet, hogy ez nem is vicces már. De nézzük a következőt, mutatok még néhányat, aztán csak hogy mindenkinek legyen fogalma arról, hogy miről is van szó, vagy hol tartunk. Ez livesitenews.com, ha jól látom. És a leszbikus és az ő transznemű partnere, egy leszbikus, illetve az ő transznemű partnere már megkezdték a tervezést az 5 éves fiúk átmeneti kezelésére. Szóval egy leszbikus, illetve az ő transznemű partnere már tervezik az 5 éves fiúknak a tranzícióját az egyik nemből a másikba. Ez Skócia, ha jól látom, és ez egy pár, ahol az egyik bocsánat, szóval két nőről van szó, akik az egyik, az már félig átalakult férfivá, szóval gyakorlatilag két leszbikus, vagy nem is tudom minek nevezni, és az egyik már félig meddig műtéti úton átalakult férfivá, szóval ők már eltervezték ennek az 5 éves fiúnak a tranzícióját kislánya. Ugyanis úgy gondolják, hogy a fejlődésében ez gátolja az a szituáció, hogy ő egy kisfiú, de tulajdonképpen ő úgy érzi, hogy lány. Oké, ez megy Skóciában, ez 2019. Tudok még egyet. És ez most az, ahogyan működik ez az átmeneti kezelés. Az egyik dolog, ugye, amiről szó volt már korábban, az, hogy anabolikus, vagy szteroidokkal úgy általában véve, vagy teszoszteronnal egy lánynak mindenképpen a hormonrendszerét támogatni kell, ugyanis a férfinak nagyjából átlagban 10-20-szor annyi teszoszteron van a szervezetében, mint egy nőnek, úgy ez alapvetően meghatározza azt, ahogyan viselkedik, kinéz, meg úgy általában működik egy férfi, szóval ezt valamilyen módon a női szervezetbe be kell juttatni, és ez ennek az egyik módja az természetesen gyógyszerek segítségével, az egyik ilyen gyógyszer, ez a Lupron egyébként, de arról van szó, ez egyébként Christian Examiner, szóval ez egy keresztény oldal, én nem akartam vallási oldalat bemutatni, de mit tudom én, érdekesnek találtam, mert nem akarom, hogy az legyen, hogy elfogult az egész, de a tények azok is tények maradnak, aztán majd mindenki eldönti, hogy mi az, amit gondol erről, de egy gyerek endokrinológus azt mondja, endokrinológus az a hormonháztartással foglalkozik, illetve a belső elválasztású mirigyekkel, szóval egy gyermek endokrinológus arról beszélt, hogy elkezdeni ezt gyermekkorban, ezt a tranzíciót, ezt az átmenetet úgy, hogy ugye a puberty suppressant azok olyan gyógyszerek, illetve hormonok, amelyek elnyomják a pubertás tüneteit, ami nagyjából 12-14 éves korban lép fel általában a gyerekeknél, és persze elhúzódik, ameddig elhúzódik, de hogyha át akar menni az egyik nemből a másikba, akkor hormonokkal kell idézőjelbe téve kezelni, és a szervezetet ellátni annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki az elsődleges, illetve a másodlagos nemi jellegek. Tehát, hogyha elkezdik egy gyermekben ezt időben, akkor gyakorlatilag, és szerintem ez az, ami látható volt a videón, amit bemutattam, ha ezt időben elkezdik, akkor egy gyerek soha sem fog olyan lenni, mint amilyen születéskor lett volna. Szóval ez az egyik, a puberty suppressant, ez az, ami elnyomja a pubertás tüneteit, a másik pedig a hormon blokkolók, amik pedig megakadályozzák a szervezet természetes hormon termelését.
és így változtatják meg a gyermeknek a fizikális úgymond nemét. Én nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, sőt, hát biztos vagyok benne, ahogy a hozzászólásokat láttam itt, hogy itt még mindig vannak ilyen misik, de igen. Ja, és nem is kevesen, ha jól látom. Csak most nézem, hogy miket érnek ide ezek az idióták. Na mindegy. Szóval mindig lesznek ilyen misik, meg ilyen, nem is tudom, ki ez itt, Csilla? Csilla Bach? Aha. Ja, ilyen csillák, meg misik mindig lesznek, de az a baj most szerintem, hogy tele van a világ ilyenekkel. Ezek azok, akik ünneplik ezeket az aberrációkat a világban, és az ilyen tudatlanok miatt lehetséges az, hogy idáig süllyedtünk. Az, ami következik a világban, az ennek az egyenes következménye. Az, hogy valaki nem látja, hogy mi az, ami zajlik körülötte, az egyáltalán nem az én hibám. A bizarr ebben az egészben az, hogy ez a lupron, amiről itt szó van, ez egy hormon blokkoló. Ez egy ilyen gyógyszer, ami részt vesz ebben a folyamatban. Ezt az FDA, a Food and Drug Administration, azaz az a szerv, ami az Amerikai Egyesült Államokban jóvá hagyja a különböző élelmek és gyógyszeripar termékeknek a használatát, az összeset, ez ellenőrzi azt. Világos, de az a baj, mondom. Oké. Okay. Rendben, szóval az, nem tudom, hogy meddig lehetett hallani, de azt akart, arról volt szó, hogy eljutottunk odáig, hogy így van, hogy van egy szervezet, aminek az lenne a feladata az Amerikai Egyesült Államokban, úgy, mint az FDA-nek, vagy a Food and Drug Administration-nek, hogy ellenőrizze az élelmiszeripar, illetve a gyógyszeripar termékeit, és kiszűrje azokat ezek közül, amelyek károsak az emberek számára is, és szabályozza ezt az egész piacot, illetve ezeket a piacokat. Ez a gyógyszer, ez a szervezet jóvá hagyta ezt a gyógyszert, és idézőjelben gyógyszert, ezeket a, hát nem is tudom, minek lehet ezt szívni, de hát ugye annak hívják, szóval ez gyógyszer. Szóval ezeket a szereket ők jóvá hagyják, és azután vannak orvosok, illetve klinikák, akik arra specializálódnak, hogy ezt felírják embereknek, akár gyerekeknek, mint ahogy láttuk, 5-11, teljesen mindegy hány éves gyerekeknek, hogy azok aztán elkezdjék szedni, hogy ne alakuljon ki náluk a pubertáskor, vagyis a serdülőkor, illetve megváltozzon a nemi jellegük, hogy ők aztán élhessék az életüket úgy, mint egy másik, nem is tudom, egy más nem.
Talán ez a legjobb kifejezés rá. De még egy dolgot hagyj mutassak. Ez pedig ez, és nagyjából eljutottunk oda, amit ezzel a témával kapcsolatban még meg akartam mutatni, és aztán nem fogok már ezzel foglalkozni. De ez szerintem tanulságos lehet mindenki számára. Itt arról van szó, ez ugye a Freedom Tower, vagy a Szabadságtorony, ami a World Trade Center két tornya helyén épült, és ennek a teteje, ez nagyjából 130-140 méter magas, ez a kis rózsaszínnel világító valamit, az a torony. Ez azért világít rózsaszínnel, mert New Yorkban legalizálták az abortuszt egészen a születésig. Ez a világfigyelő, de majd mindjárt megmutatok még egy cikket. Egyébként mellesleg ez egy tény, hogy ez így van. Helyi idő szerint kedd este 30... Azt akarom még, hogy kedd... Az első 22 volt. Kedd este megszavazták a demokrata többségű New Yorki törvényhozásban a reproduktív egészség törvényt, és kettől az anyami, szóval arról van szó gyakorlatilag, ez ugye múlt hét kedd, hogy próbálom megtalálni, hogy mi az. Így van, egészen a születésig, szóval az gyakorlatilag az utolsó előtti napig, míg megszületne, addig a pillanatig lehetséges az abortusz bizonyos esetekben. Arról beszélnek ez a reproduktív egészség törvény. Minden terhes személynek alapvető joga eldönteni, hogy ki kívánja-e hordani a magzatot a terhesség végéig, életet kíván-e adni a gyermeknek, vagy megkívánja szakítani a terhességet. Ez szerintem magáért beszél. Úgyhogy ha hozzáadjuk ahhoz, amit eddig megtudtunk, meg amit eddig olvastunk, és még ez hozzájön, akkor képzelje el mindenki, hogy hova tartunk, mi az, ami még lesz. Egyébként ugyanez a hír megjelent, ez Fox News, arról beszélnek, hogy New York ünnepli az abortusz legalizálását, egész, ugye az abortusz, bocsánat, abortusz egészen a születésig, ez az, amit ünnepelnek most New Yorkban, ezért világít rózsaszínnel a Szabadságtoronynak a teteje, hogy ünnepeljék a nők jogát, hogy most már lehetséges ugye az abortusz egészen a születés pillanatáig, illetve hát az azt megelőző napig. Ez egyébként Andrew Cuomo, ő New York polgármestere, és az érdekes az egészben az, és szerintem ezért is tragikus, hogy a legtöbb ember nem fogja az adást, hogy mindezt úgy hívják, hogy Reproductive Health Act, ami annyit tesz, hogy azt akarom megnézni, hogy hogy fordították le a... Reproduktív az tulajdonképpen minden, ami a születéssel kapcsolatos. Gyakorlatilag szaporodás jelent a reproduktív, szóval a születési egészség törvény. És a születési egészség törvényben azt szabályozzák, hogy egészen a születés napjáig gyakorlatilag meg lehet ölni a magzatot, vagyis hát az már gyakorlatilag egy csecsemő, vagy nem is tudom, hiszem hát az utolsó napban már gyakorlatilag olyan, mint egy újszülött, sőt hát már régen. Ez elég nehéz ehhez magyarázatot hozzáfűzni.
De ez az, ahol tartunk most. És a helyzet az, hogy ezt ünnepli a világ. Sőt, biztos vagyok benne, hogy vannak olyan, tehát ez tiszta sor, hogy a feminista mozgalomban rengetegen vannak, akik azért harcolnak, hogy a nőnek joga legyen eldönteni, hogy ugye ebben részt vesz-e ebben az abortuszban, vagy sem, és ezt egy győzelemnek élik meg, attól függetlenül ez még ugyanúgy gyilkosság marad, és ez elképesztő szerintem, ahova jutottunk. Úgy értem, hogy egyszerűen hihetetlen. De nézzük a következőt, és most már el fogunk ettől a témától távolodni. Ez a napi.hu híre, és arról beszélnek, hogy Szerbiában megjelent a sertés. Most már egy valamivel vidámabb témák következnek, úgyhogy tudunk majd valamennyit nevetni még, hogyha ezek után lesz valakinek kedve. De itt ezek már, és hát ez kifejezetten, ez a sertésinfluenza, madárinfluenza, ezek a hoaxok, ezek végig mennek, és igazából ezeknek a lényege egy mindig is, az, hogy félelmet keltsen az emberekben, nem csak ez, hanem a háborúk, vagy a hoax merényletek, amik történnek a világban, de hát tulajdonképpen a híreknek a tetemes része az ilyen vagy olyan formában a félelmet kívánja generálni az emberekben, a bizonytalanság érzetet, hiszen olyankor az emberek nehezenben gondolkodnak. Egyébként is nehezen megy az embereknek a gondolkodás, úgy értem, hogy a legtöbbnek, különösen akkor, amikor bizonytalan helyzetben vannak, ugye a gazdaság is azért annyira a munka helyzete a világban, szóval az emberek nem csak hogy napi megélhetési gondokkal küzdenek, hanem emellett még ilyen sertés influenzák érkeznek, vagy a gazdaság így vagy úgy a munkahely veszélyben van, emellett pedig háború van állandóan, sőt most már robbantanak is, őrültek folyamatosan, úgyhogy a világ egy veszélyes hely. Legalábbis az álomvilág, amiben Misi, meg Csilla, meg ezek élnek. Szóval az egy veszélyes hely, és ezekkel a hírekkel ezt elősegítik. Szóval utána megy mindenki, beoltatja magát, azután mindenki beteg lesz, mert magába oltja azokat a csecsemőket, amelyeket ugye előtte abortáltak. Hiszen a tudatlanok többsége nem érti azt, hogy a védőoltásban megtalálhatók ezek a szövetek a különböző abortált csecsemőkből, illetve nem is tudom, minek hívják azokat, de abból. Ez az egyik alapanyaga a védőoltásoknak. Ez nem is egy titok, vagy ez nem is egy összeesküvés elmélet, ez csak egyszerűen így van. Szóval, ha valaki be akarja oltatni magát abortált szövetekkel, akkor az megy, és a sertés influenza ellen beoltatja magát, aztán beteg lesz, mert beoltják ezekkel a szemét dolgokkal, legyengül az immunrendszer, és egyel több szemét kering majd a szervezetébe. Szerbiában január közepén diagnosztizálták az első beteget az influenza AH1N1 vírusával, azaz sertés influenzával. Az influenza még egy hónapig okozhat betegségeket a Magyarországon, a szomszédos országban. Van ellene oltás? Persze, hogy van. Ennek ellenére az 50% az embereknek így is úgy is beteg lesz, szóval tök mindegy. De azért oltsa be magát, mert mindegyik X forintba kerül, szóval az nagyszerű azoknak a gyógyszeripari cégeknek, akik gyártják ezt, plusz nagyszerű azoknak a cégeknek, akik az abortusz szponzorálják, illetve az abortuszért kapják a pénzt, amit ugye az állam szponzorál. Így mindenki jól jár, és a szemetet meg visszaoltják az emberekbe, akik meg aztán betegek lesznek attól. Úgyhogy ez egy tökéletes kör.
4500 oltást kapott Szabadka, amelyeket mind egy szálig felhasználtak. 4500 szerencsétlen beoltottak ezzel a szeméttel. A semmire. Mellesleg én nem vagyok egy orvos, szóval nehogy valaki azt mondja, hogy itt hallotta, aztán beoltatja vagy nem oltatja magát, mindenki azt csinál, amit akar tőlem. De én nem szeretném magam állatszövetekkel, meg embriószövetekkel beoltatni, meg betegségekkel, meg formaldehiddal, meg higannyal, meg ezekkel, meg alumíniummal, meg ezekkel a dolgokkal. De hogyha valaki ezt jó ötletnek tartja, akkor szerintem mindenképpen álljon sorba. Már készüljön fel, hogy Misi meg Csilla már ott van szerint. Következő az ezt érdekesnek tartottam, úgyhogy megmutatom. Ez a pénz 3 arc, ez portfolio.hu, és arról beszélnek, hogy bemutatjuk a pénzt. Szóval gondoltam, felolvasom, és akkor mindenkinek lesz valamilyen fogalma arra, hogy hogy is van ez az egész. Egyszerűnek hat, ugye, mire jó, mire jött létre a pénz, és mire jó? Egyszerűnek hat mindez, és az utca embere is nyilván rábökne valamit erre a kérdésre. A pénz létrejött például az, hogy biztos az állam nyomtatja, meg ilyenek. Azonban a modern pénznek rendkívül kicsi része ölt fizikai formá. Döntő hányadát a kereskedelmi bankok teremtik a hitelezésük során. És mindezt pusztán számlapénz formájában, amíg meg nem semmisül. Oké? Okay. Ki teremti a legtöbb pénzt Magyarországon? Nézzük meg gyorsan. Hát, ha rövidke. Jaj, hát ez már rég jó, akkor nem. Akkor elmondom, a kereskedelmi bankok, mert minden egy forintra a kereskedelmi bank 9 másikat tud a semmiből előteremteni, és így gyakorlatilag, hát majd, hogy meg 10-szerezi a semmit. Ugye felvesz valamennyi kölcsönt, amit nyomtatnak, vagy így előteremtik a semmiből, odaadják a kereskedelmi bankoknak, mint ugye a quantitative easing folyamat során, ugye ami a itt tudom én, hogy hívják magyarul, de gondolom valami mennyiség könnyítés, ez a pénznyomtatás, amit az amerikaiak csinálnak, mondjuk 500 milliót egy hónapban, és azzal azt szétosztják a bankoknak, a bank aztán pedig azokat kiadja hitelbe úgy, hogy neki csak 10%-ot kell bentartani, magyarul semmi. A semmit adja ki mindenki, és arra aztán kamatot fizetünk. Így keletkezik a pénz, de mindjárt megnézzük. Egy pillanat. Azt akarom, hogy van-e valami érdemleges itt egyáltalán. Hát igazából nem. Oké, okay, menjünk tovább. Ezeket a dolgokat már hallottuk. De itt van investor.hu cikke 2019. január elejéről. Arról beszélnek, hogy egyre sötétebbek, sőt, hát ez viharfelhők gyülekeznek a világgazdaság egén. Egyre sötétebbek lettek 2019-ben a világgazdaság kilátásai, ezzel a mondattal foglalja össze a Világbank a legfrissebb előre jelzését. Miközben egyre több negatív tényező jelent kockázat a globális gazdaság növekedésére, a szervezet kiemelte a magas adósság állományokból eredő esetleges problémákat is. Emellett hangsúlyozta, nem szabad készpénznek menni az eddigi bővülés egyik legfontosabb alapját sem. Számos olyan kihívás fenyegeti a világgazdaságot 2019-ben, amely már a tavalyi évben is jól látható volt. Nemzetközi kereskedelmi és beruházási aktivitás gyengült, kereskedelmi feszültségek fokozódtak, miközben több feltörekvő piac is súlyos pénzügyi nyomás alá került 2018-ban. Boom. Úgyhogy a helyzet nem valami rózsás.
Ennek következtében a szervezet úgy számol, hogy a feltörekvő piacok és fejlődő gazdaság növekedése igencsak nyomott maradt 2019-ben. Azok a gazdaságok, melyek jelentősen támaszkodnak a nyersanyag exportra, korábban a vártnál sokkal lassabb növekedést produkálhatnak. Oké. Okay. Idén már csak 2009%-os bővülés, 2021-re 2,8%-ig lassulhat le. A magas adósságállományok különösen a szegényebb országokban növelhetik a sérülékenységet az egész világra kiterjedő kamatszintek emelkedésének következtében. Ugyanis ha emelkedik a kamat, akkor nőnek a problémák. Ez az, amiről beszél az investor.hu. Viharfelhők gyülekeznek a világ egén. Szépen lassan befejeződik a jó világ. Tehát erről már volt szó. Nézzük még egyet, ez napi.hu, ahol arról írnak, hogy üres kézzel állunk, ha tényleg itt a baj, 2019. január 22. Oké? Okay? Egy hete. Ha az egész világ a kiterjedő gazdaságnak valóban egy komolyabb recesszióval kell szembenéznie, akkor nagyobb lehet a baj, mint gondolnánk. A világot a válságból kirántó jegybankok ugyanis ezúttal üres kézzel vehetik fel a harcot a gazdasági visszaeséssel, állítják a gazdasági szakértők. Akkor én egy gazdasági szakértő vagyok. Hm? Az elmúlt napokban napvilágot látott kedvezőtlen adatok tényleg egy komolyabb világgazdasági visszaesés első jelei, akkor nagyobb lehet a baj, mint legutóbb a jegybankok fegyvertára, ugyanis ezúttal szinte üres, amikor tenniük kellene a recesszió ellen, írja összefoglalójában a CNN Money. Én nem mondom, hogy hallgasson rám bárki is, sőt, hát hogyha szakértőkre akar hallgatni, akkor nézzem a tévét, aztán majd ott eligazítják. Ők majd tesznek róla, hogy egy fillér ne maradjon nála akkorra, amikorra kell. Itt csak összeesküvés elméletekről van szó, meg néhány őrült hallgatja ezeket a videókat, úgyhogy semmi képen se vegye komolyan senki ezeket a dolgokat, amiket itt hall. A nagy jegybankok drasztikus és unorthodox lépéseket tettek 2008-2009-es pénzügyi válságot követően, hogy megelőzzenek egy nagyobb összeomlást. Ez végül is egy ismét, és azok számára, akik kimaradtak az elmúlt néhány hét eseményeiből, nullára vágták a kamatokat, és 1000 milliárd dollárnyi összeget költöttek kötvények és más befektetési eszközök vásárlására. Hmm. Én lehet, hogy ezt már nem magyarázom el még egyszer, Misi úgyse fogja vágni, a többiek pedig megnézik a korábbi videókat, amelyeket nemrég a múlt héten, meg visszamenőleg néhány hétig abban erről volt szó részletesen, hogy működik ez az egész rendszer, mi az, ami történt. Csak azt akarom bemutatni, hogy ez nem, hogy javul ez a helyzet, amiben vagyunk, hanem ez rohamosan romli. Nem csak az aberrált, meg erkölcstelen viselkedés az, ami terjed a világban, vagy ami egészen elmegy odáig, hogy gyakorlatilag már meg nem született gyerekeket lehet ölni legálisan, és az emberek ezért harcolnak a fejlett világban. Szóval nem csak ez a része, hanem az is, hogy elfogyott a játékpénz, kifogyott a Monopoly bankból, kijátszottuk az összeset, és elment a hajó. Szóval én mindenkinek a helyébe erre készülnék gőzerővel már. Elfelejteném a nyaralást, meg az autót, meg a felnit, meg a nagy hangcuccot, meg ezeket a dolgokat. És átgondolnám, hogy mi az, amire szükségem van akkor, amikor megyek a boltba, az nincs nyitva, meg megyek a bankba, és nem lehet csak 50 eurót levenni egy nap. És ott áll 3400 ember sorba. Én már erre készülnék lelkiekben leginkább, de azután pedig fizikálisan. Mert én nem vagyok benne biztos, hogy a teremtő sokáig fogja jó szemmel nézni azt, hogy mi gyerekeket operálunk át,
meg hormonnal kezeljük, meg csecsemőket ölünk meg, még mielőtt megszülettek. Nem vagyok benne biztos, hogy ez sokáig jó szemmel fogja nézni. Sőt, hát most figyelmeztet ebben a pillanatban mindazokat az embereket, akik ezt hallgatják. Meg az előző videóban figyelmeztette, akik azt hallgatják, meg akik még erről beszélnek, amiről én, azok a, meg akik képesek felfogni, hogy mi az, ami történik ma a világban. Ez nem az, hogy ez mindig így volt, meg majd lesz valami. Ez sose volt így. Hogy egy egész világ megbolondul egyszerre, hogy mindenki megőrült, hogy az emberek túlnyomó többsége semmit nem tud a valóságról, egyáltalán semmit. Minden, amit az emberek tudnak a valóságról, hazugság 100%-ig. Én nem hiszem, hogy ilyen volt valaha. 200 évvel ezelőtt az emberek többet tudtak a világról, mint ma. Ez biztos. Úgyhogy én erre készülnék mindenkinek a helyébe. De persze, amúgy ez egy összeesküvés elmélet. Úgyhogy teljesen mindegy. Csak nyugi. Szóval nézzük tovább. Azóta eltelt egy évtized. Világos? Ezen milliárdokat költöttek el a semmiből. Azóta eltelt egy évtized. Egy évtizeden át ezt csinálták. A jegybankok többsége még mindig ott tart, hogy éppen csak most kezdi el fordítani eddig elképesztően laza monetáris politikáját. A kamatok azonban a legtöbb nagy gazdaságban még mindig elképesztően alacsonyan vannak, néhol negatív tartományban. Szóval egyszerű a játékpénz kifele nyomni. A gazdaságban erről már volt szó, nem megyek bele megint. A negatív az meg még jobb nekik, ugye, mert mindenki a bankba tartja a pénzét, gyakorlatilag veszít. Szóval nem tudja az ember bankba tartani a pénzét, el kell, hogy költse. A Fed vagy a Federal Reserve Bank ugyan már megkezdte a kvantitatív lazítás során hatalmasra duzzadt mérlegét. Na, kvantitatív lazítás, akkor úgy hívják. Azonban Európában és Japánban ez a folyamat még nem indult, itt még mindig nyomják kifele a játékpénzt. A kérdés most az a szakértők szerint, hogy a nagy jegybankok nem túl későn kezdték el a monetáris politikájukat normális útra terelni. Nem túl későn. És ez nem teszi-e őket felkészületlené a következő válsággal szemben. Ha recesszió lesz, akkor szerintem az rosszabb lesz a szokásosnál. Hát ez nem kíván géniusz, hogy erre rájön az ember. Sokkal nehezebb lesz válaszlépéseket tenni ellene. Kenneth Rogoff, a Harvard Egyetem tanára, az IMF korábbi vezető közgazdásza ezt mondta. Oké. Én ebben már nem is megyek bele, ezt ismerik ezt a sztorit, csak gondoltam, megmutatom még egyszer, hogy ez nem tűnik el, ez nem megy sehova, ez csak egyszerűen így van. Most ha meg tudom ezt csinálni, akkor lejátszom ezt a videót, nagyon remélem, hogy sikerül, ha esetleg nem sikerül, akkor viszont az sajnálatos lenne, de én bízom benne, hogy összejön. Aztán lefordítom. Csak egy-két percet akarok mutatni ebből, hogy mi is az, amiről... Hogy alakult a szituáció Venezuelában. Szóval ez az, ami lesz itt is. Mindenki nyugodt lehet felőle. Ezért mutatom meg, hogy mindenkinek legyen fogalma arról, hogy mi az, ami vár rá a közeljövőben. Venezuelan President Maduro devalued the currency by 96% and pegged it to the state-backed cryptocurrency, the Petro. Ugye arról beszélnek, hogy leértékelték a venezuelai bolivárt 96%-kal, és az állami kriptovalutához csatolták, elfelejtettem a nevét, de Venezuelában már a kriptovalutáról van szó. És leértékelték a bolivárt, majd mindjárt meglátjuk, hogy mennyit romlik a bolivárnak az értéke. És akkor majd gondoljon bele mindenki abba, amikor itt ez lesz, ő mihez fog kezdeni. Also raised the minimum wage by 3500% in an attempt to deal... 3500%-kal emelte a minimálbért. 3500%-kal, 35-szörösére.
emelte a minimálbért. Úgyhogy gondolja bele mindenki, hogy mi lehet ott, ha 35-szörösére kellett a minimálbért emelni. With its hyperinflation crisis. Joining me now from Baltimore is Professor Steve Hanke. He's a professor... Steve Hanke professzor Baltimore-ba. ...of applied economics at the Johns Hopkins... Gyakorlati gazdaság. University, and is one of the world's leading experts on hyperinflation. He served as an advisor to Venezuela's president Rafael Caldera. És a venezuelai elnöknek tanácsadója volt Caldera. In 1995-ben. To 96-ig. Thanks so much for joining us. Now I understand that you measure Venezuela's inflation every day. I think you measured it. Napi szinten méri Venezuelának az inflációját és a gazdasági helyzetét. Around 65,500% one day. Ezt nem is értettem. 65,500%-kal. De még egyszer. Venezuela's inflation every day. I think you measured it around 65,500% one day this week. Igen, 65,500% egy nap az infláció. Week. And the IMF is predicting that it'll reach 1,000,000% this year. 1,000,000% ebben az évben. So what tends to happen to an economy? 1,000,000% infláció ebben az évben. In terms of jobs and businesses, when inflation gets out of control. Mi történik akkor az üzletekkel és az állásokkal, amikor ez a fajta infláció működik? Like this. Well, the... Gondolom ezt mindenki el tudja képzelni, hogy mi az, ami történik egy országban, amikor 65,500%-os infláció van. Egy héten 1,000,000%-os infláció egy évben, ehhez nem kell géniusnak lenni, ezt szerintem csak Csilla meg Misi nem érti, azon kívül mindenki. The main thing that you do is you get rid of those hot potatoes called bolivars. És amit tennie kell mindenkinek, Steve Hanke, a Johns Hopkins Egyetem professzora mit mond, hogy mi az első, amit mindenkinek tennie kell? Megszabadulni a pénztől minél hamarabb. As fast as you possibly can. Itt van még egyszer. Get rid of those hot potatoes called bolivars as fast as you possibly can. Amilyen gyorsan csak tudsz megszabadulni a pénztől, mert semmiféle értéke nincs. Menni valami olyat, aminek van értéke. Hm? Szóval elmondja, hogy mi az, amit tenni kell az embernek. Egyébként ő hot potatónak hívja úgy, mint hogy forró krumpli, mint amikor kiveszi az ember a tűzből a krumplit, és nem bírja tartani a kezébe, és így dobálgatja, vagy leteszi gyorsan. Ő azt mondja, hogy így kell megszabadulni a pénztől. Buy anything you can. I mean, if there's something to buy, that's. Bármi, amit venni tudsz, az vedd meg, hogyha van mit venni. Bármi, amit meg tudsz venni, vedd meg, szabadulj meg a pénztől, amíg tudsz. Big problem in Venezuela. There are shortages of everything. A probléma az, hogy nincs mit venni. Azért mutatom meg, hogy mindenki vágja, hogy mi az, ami jön, mi az, amire fel kellene készülni. Elmondják, hogy mi van, mert tudják, hogy már mindegy. So, sometimes it's difficult to buy a bag of sugar or something like that. Nehéz venni egy, hát nem tudom, miért zacskó cukrot mond, de ő azt mondta, hogy még egy zacskó cukrot is nehéz venni, nem hogy akármit, hanem semmi nincs a boltokban, a pénz meg nem ér semmit. Úgyhogy ez van Venezuelában, és ez az, ami közelít az egész világra. Mert nyomtatjuk a pénzt, minthogyha nem lenne holnap, azért, mert aberrációkat, meg erkölcstelen magatartást reklámozzuk, törvényesítjük, azért, mert csecsemőket lehet ölni, mielőtt megszületnek, meg ezek miatt a dolgok miatt. Azért, mert halomra öljük az embereket a világon a háborúkkal, amik csak azért vannak, hogy egy bizonyos réteg gazdagabb legyen, úgy, hogy közben nem foglalkozunk semmivel. But the other thing you can always do is go to the black market or the free market and exchange your bolivars for dollars. And then... Majd pedig elcserélik ugye dollárra a bolivárt. Én nem javaslom senkinek, hogy dollárra próbálja cserélni, a dollár lesz az, ami a problémát okozza majd. De ugye még ebben a helyzetben, ami most van a világban, még lehetséges az, hogy a bolivárt elcserélni. A bolivár az a venezuelai pénz. Hogy a bolivárt elcserélni dollárra. And that's what's been going on. It's called currency substitution. Gyakorlatilag, hát valuta csere, pénzcsere. So if you get a big hyperinflation, let's take the extreme case of, well, you have Yugoslavia in 1994. Mint 94-ben Jugoszláviában. January, they just simply stopped printing the Yugoslav dinar.
Csak egyszerűen abba hagyták a jugoszláv dinárnak a nyomtatását. Because they couldn't redenominate the thing fast enough. Azért nem nyomtattak többet, mert esetleg én ott voltam 94-ben Jugoszláviában, átutazóban Törökországba, úgyhogy szembesültem ez az egészen már, amennyire emlékszem. De az a lényeg, hogy nem tudták elég gyorsan változtatni a pénznek az értékét, ahhoz alakítani, amilyen a valós értéke volt, ugyanis akkor volt az infláció. Ilyen 1 milliós, 1 milliárdos, 10 milliós ilyen pénzemek voltak. They couldn't take off the zeros fast enough. Nem lehetett a nullákat elég gyorsan hozzá nyomtatni. Because the inflation was 313 million% per month. 300 millió százalék havonta. Az infláció annyi volt. 300 millió százalék. Per month. Now, the other one, a classic case, is Zimbabwe. Ugyanez történt Zimbabwe-ban. November of 2008, the prices were doubling every 24 hours. Minden 24 órában megduplázódtak az árak. 24 óránként megduplázódtak az árak. Szóval, ha valaki majd akkor fog elkezdeni megpróbálni készülni erre az egészre, akkor nagyon gyorsan kell cselekednie, mert 24 órában már másnap megy a boltba, már kétszer annyiba fog kerülni minden. Mindegy, erről ennyit. Ezt nem akarom tovább, mégis erről beszél 10 percen keresztül, ha esetleg valaki meg akarja nézni. Érdekes, de igazából ez volt ezzel kapcsolatban a lényeg. Rengeteg dolog van még, amit meg akartam mutatni, de valószínűleg már nem lesz rá idő. Ezt azonban még mindenképpen megmutatom. Ez, ha jól gondolom, az 1956-os emlékmű. Ugye én elmondtam már 100 000-szer, de még elmondom még egyszer, az egész történelem egy hoax, egy hazugság, hogyha valaki azt hiszi, hogy ez valóság, amit ünnepel, meg amit tanul a történelmi könyvekben, akkor az nincs tisztában azzal, hogy működik a világ. Szóval én együtt érzek mindenkivel, akinek vannak ilyen nemzeti érzései, hogy ő ilyen nagy magyar, vagy olyan nagy magyar, meg 56, meg 48, meg ezek a baromságok, de igazából, hogyha ez nem győzi meg arról, hogy minek a része, akkor komoly bajban van. Úgy értem, hogy komoly bajban van, hogyha nem érti, hogy ez miről szól az 56-os emlékmű. Nem hiszem, hogy ezt magyarázni kell bárkinek. Persze tudom, hogy van egy-két ember, de már nem is akarom említeni őket, úgyhogy ez az 56-os emlékmű. Itt van a háromszög madártávlatból. A biztonság kedvéért. Hogy mindenki vágja, hogy miről van szó. Úgyhogy ez a nagy magyar történelem, ez az 56-os emlékmű, ami gyakorlatilag egy háromszög, egy piramis, aminek itt van a csúcs dísze, hogy szépen mi is demonstráljuk, hogy részei vagyunk ennek a rendszernek, mint mindenki más. És az egész történelem nem más, mint egy hoax, egy hazugság. Jövő héten folytatjuk az űr hoax-szal. Annyi hoax van az űrben, hogy az ember nem győzi a fejét kapkodni, úgyhogy jövő héten mindenképpen ezzel fogunk foglalkozni. Igyekezni fogok most már tényleg ezt a gépet megcsinálni, és akkor remélhetőleg nem lesznek ilyen leállások, de jövő héten visszatérünk az űrbe, és rendet teszünk. Addig pedig, még megnézem gyorsan, hogy van-e valami kérdés, valami érdemleges dolog, de nem nagyon. Mindenki azt magyarázza nekem, hogy sose beszélek a megoldásról. 900 videó van ezen a csatornán. Még mit beszéljek a megoldásról? Még mennyit beszéljek a megoldásról? Elmondtam már 1000-szer, hogy mi az, amit mindenkinek tennie kéne. Elmondtam most is. Én nem tudok többet tenni. Az, hogy valaki azt hiszi, hogy minden alkalommal el fogom mondani ugyanazt, hogy mi a megoldás, így is rengeteg az ismétlés ebben, mert állandóan vannak új emberek, akik szerintem, akiknek úgy gondolom, hogy szükséges, hogy
hogy megértsék, hogy mi az, ami történik a világban. De az az összeomlás, ami következik most, az mindezen dolgoknak az eredménye. Az, aki még nem jutott el addig, hogy megértse, hogy van, létezik egy teremtő, akinek van egy rendszabály, amit nekünk követnünk kell, különben el fogjuk saját magunkat pusztítani, az még mindig nem érti a valóságot. És sőt, két hét múlva pedig meg fogjuk nézni, hogy hogyan is alakult ki az, amit szerintem a legjobban talán úgy lehetne jellemezni, hogy a hülyék társadalma, amiben élünk, hogy hogyan is hűlt el az emberiség ilyen szinten, ahogyan most vagyunk, hogy létezhet az, hogy az információ ingyenes, korlátlan mennyiségben rendelkezésünkre áll, és mégis megalapítottuk és létrehoztuk az egész világra kiterjedő hülyék birodalmát. De ezt két hét múlva meg fogjuk nézni, hogy hogyan is lehetséges ez, hogyan alakult ez ki, és mik azok a faktorok, amik ebben részt vettek, és ebben közrejátszanak. Ennek az egyik tünetét fogjuk megnézni jövő héten, illetve nem csak az egyik tünetét, hanem az egyik okozóját, az pedig az űrmesét, és biztos vagyok benne, hogy nagyszerűen fogunk szórakozni, mert az űrben mindig történik valami vicces, és ezt meg fogjuk nézni jövő héten. Két hét múlva pedig mindenképpen megvizsgáljuk a hülyék társadalmát és birodalmát, amiben élünk még egy rövid ideig. Úgyhogy ez a dolgok állása 2019. január 29-én. Egy hét múlva találkozunk ugyanitt, szombaton a Yahoo útján, akit a megoldás érdekel. Addig pedig mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!